Egy 22 éves helyi férfi megjelent egyik ismerőse Csépai ingatlanán. A kiskaput a belülről felakasztott kulccsal kinyitotta, majd a nyitott ház konyhájában magához vette a kapu előtt parkoló kocsi indító kulcsát és egy laptopot. A gépjárművel egyenesen Tiszaföldvárig ment, ahol a laptopot értékesítette, majd visszament a tulajdonos Csépai házához és leparkolta a járművet. A sértett egyébként el is mondta a rendőröknek, hogy gyanús volt neki, hogy az ismerőse, a hivatlan vendég, kerékpárja ott parkol az ingatlan kerítése előtt, így egyből ő rá gondolt, hogy ő tulajdonította el a gépjárművet, azonban arra nem kapott engedélyt, hogy ezt a gépjárművet engedély nélkül használja, arra pedig végképp nem, hogy a laptopot értékesítse. A rendőrök gyanúja szerint ugyanezen elkövető pár nappal korábban egy csépai ingatlanból különböző szerszámgépeket és elektronikai felszereléseket tulajdonított el. Szintén ugyanezen férfi pár nappal korábban egy csépai ingatlanból szerszámgépeket és elektronikai felszereléseket tulajdonított el. Ezt követően pedig egy kunszentmártoni férfi tett bejelentést a rendőröknek, miszerint július 15-e és 19-e között Csépai ingatlanja udvaráról eltulajdonították 400 ezer forint értékű személygépkocsiját. A rendőrök több nyomozati cselekményt is elvégeztek, és a bizonyítékok értékelését követően arra jutottak, hogy ezt a bűncselekményt is a 22 éves csépai férfi követte el, de ennél a bűncselekménynél már volt egy bűntársa is. Mindkettejüket 2023. július 20-án elfogták és előállították a kunszentmártoni rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki őket. A lopott kocsit megtalálták, lefoglalták és visszaadták a jogos tulajdonosának. Az így már összesen 4 rendbeli vagyonelleni bűncselekménnyel gyanúsított terheltet, a nyomozóhatóság őrizetbe vette és kezdeményezték letartóztatásának indítványozását. A kunszentmártoni rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele és 2 rendbeli lopás megalapozott gyanúja miatt folytatja ellene az eljárást.